Sziasztok, Attila vagyok Isten országából, és ma be fogok nektek mutatni néhány kundalini spásztort. Kundalini spásztort. A kundalini az a hamis szent szellem, vagy szent szellem hamisítvány, amely az embereket megszédíti, megtéveszti, és elcsábítja, hogy egy másik evangéliumot és egy másik Jézust hirdessenek, karizmatikus címszó alatt. Erről van egy videója Andrew Stromnak, amit ugye lefordítottam, egy dokumentumfilm, és bemutatja, hogy mennyire is a keleti vallásokból ered ez a szellemiség, amely nem a józanságot adja nekünk, hanem egy bizonyos részegséget, és rámegy az érzelmekre, és ilyen dülöngélést csinál, elborulnak az emberek, fetrengenek, rázkódnak. És van egy másik videóm, ugye, amiben bemutatom, hogy ez bizony a konkoly, Jézusnak a konkoly és a búza példázatából ez a konkoly, és a konkolyról azt kell tudni, hogy ennek a magja, tehát egyrészt hasonlít a búzához az egész növény, de a magja az fekete és más, és hogyha te belekevered a kenyérbe, akkor bizony megrészegülsz tőle, letompulsz, az idegrendszered lebénulhat, illetve meg is vakulhatsz, vagy bele is halhatsz. És pontosan ezt csinálja ez a kundalini, vagy hamis szellem a hívőkkel, vagy azokkal, akik Jézust keresnék. Megrészegíti, az érzelmekre hat, egy ilyen fölturbózott, ilyen örömöt ad nekik, ami már nem a szent szellem öröme, hanem egy ilyen narkotikus állapotban vannak, és vakok lesznek az igazságra, nem lehet őket már korrigálni, és tényleg bele is halnak, ugye elkárhoznak. Bemutatom nektek az elsőt, aki nem más, mint a Kenneth Hagin. Sajnálta közlöm a magyar karizmatikusoknak, hogy Kenneth Hagin egyike azoknak, akik az Oral Roberts Egyetemen voltak, és impartálták ők is ezt. A hazugságot. Figyeljétek! Tehát arról beszél, hogy az apostolok biztos berúgtak, és akkor most elkezd ő is részegeset játszani. De ez pszichózis. Ez a Kenneth Hagin, akit a magyarországi hídgyülekezetések és karizmatikusok nagyra értékelnek. Mutatok egy-két videót belőle. Itt, amikor megbolondulnak, ez az egyik. Oké, tehát bizonyára látjátok, ez volt a hídgyülekezetében, amikor a hőskor volt. Tehát ez nem a Szent Szellem. A Szent Szellem ő neked azt csinálja, hogy józan legyél. Nem az, hogy elboruljál, mint egy részeg. Oké. Itt egy másik videó, ebbe együtt játszanak a... Nem, az majd még egy videó lesz, mindegy. Az a lényeg, hogy itt van a Kenneth Hagin, és itt is fogjátok látni, hogy miket művel. Tehát, na, ez a kundalini, ez egy saktipát volt. Fölébredt a kundalini. Ez nem a Szent Szellem. Ott kinyújtja a nyelvét, tehát tiszta sátán, ez a gúnyolódás démona, ilyet is üztünk már. Tehát a hívő ember nem ül a csúfoló összékébe. Tehát ez... Nézzünk valamit. Tehát ezt hívják ők Kennethnek. Kicsit mutatom, de lássátok, hogy ez nem a Szent Szellem. Igen, itt is valaki leesett a székről, és ez a röhögés. És ott mennek a biztonsági őrök, és érdekes, hogy ők soha nem esnek el. Nem tudom, látjátok-e. És ide megyek-e ez a 17. rész perchez, amit itt művel, ez borzasztó. A Szent Szellem gyümölcsei között ott van a józanság is, és az önkontroll is, és a hűség is.
ez minden csak nem szent. És erre mondja a Dániel Kolenda, hogy ez szent. Tessék, a Dániel Kolenda erre mondja, hogy szent. A tűzkonferenciás, a Reinhard Bonnke, a Todd White. Ez őrület, ez nem az Isten országa, gyerekek. Ez szégyen. Na, szóval ez lenne a Kenneth Hagin, ez egy démonizált ember. Hogyha őt hallgattátok, térjetek meg belőle. Ez nem Isten embere. Ez Konkoly, jó? Konkoly. Bemutatom a Hídgyüli féle Konkolyt. Már az legelején rossz a hídgyülekezet. A logójuk is egy szabadkönyves jelkép volt a legelején. És úgy indította a német Sándor, hogy a Tallér Jánosnak a házát elvette és ledémonizálta a Jánost. Tessék itt a kundalini. Tehát kirabolt egy embert, elvette a házát, és most neki van egy 2 milliárd forintot érő háza a hegyekbe. Van róla egy szép drónfelvétel, meg tudjátok nézni a YouTube-on, hogy Németh Sándor háza. Tessék, ezek az emberek titeket ki zsákmányolnak, zsákmányt vetnek bennetek. Nem erősítik a juhokat, hanem kifosztják, nézd meg, megszégyeníti, kilóg a lába a lánynak, teljesen gáz. Megszégyeníti az embereket, lehűíti őket, és aztán elveszi a tizedet. Tessék. Ezek nem Isten emberei. Ez nem Isten embere. Bolondok háza. Az Isten az nem ilyen. Azt mondja az ige, hogy minden szép rendben történjen köztetek. Ezek ugyanarról a tőről fakadnak. Hát, hogy ez nem az Isten, az biztos. Na, ez a Németh Sándor, most bemutatom nektek. A Pásztor Krisz, ő is egy nagy bávány Magyarországon, ugye a Ráki Tamás féle miskolci új szövetség gyülekezet, ő is ennek a, hát mondjam, leszármazottja. Ez az a fickó, ez a Krisz Pásztor, ha jól tudom. Nem a TB Joshua az, aki ugye a kenetes vizetárolja, de ugyanez. Ez a Krisz Pásztor, tehát ugye erről a Krisz Pásztorról csináltam a Konkolyos filmet, tessék, itt van a Benny Hinn, ugyanezt csinálja. Ebből is térjetek meg a Benny Hinnből. Ezek a nagy emberek mind csak elámítanak titeket. Tehát ezek varázslók, Simon Mágus, a pénzért mindent. Ez kőkemény okkultizmus. Bibliában egyszer, hogy hátradőlnek azok a katonák, amikor Jézus kimondja, hogy én vagyok, de az ellenségek dőlnek hátra. Ez nem a Szent Szellem, gyerekek. Jó, tehát ennyit a Benny Hinnről. Őt is nagyon szeretik az ilyen hídgyülekezetes emberek. Most is voltam úgy nemrég. Ugye ezek a holló nem válja ki a holló szemét. Mutatom a következő bálványt, a Heidi Békert, akit a GG nyilvájékoztak be nemrég. Tessék, borzasztó. Tessék, be van rúgva. Szédítő vadóc, Konkoly. Egy kard jön ki a hamis profétákra, bolondokká lesznek, Jeremiás 50:36. Tessék, hamis proféta. Hol a fejkendő? Miért rövid a haja? Szégyen. Na, kell még mutogatnom ezt a nőt nektek. Higgyatok, legyetek részegek, rúgjatok be és essetek el, és többet ne keljetek föl a kard miatt, amit én fogok közétek küldeni. Jeremiás 25:27. Hamis proféták, ezzel van tele az utolsó idők, sok hamis Krisztus és hamis proféta támad. Úgy fognak pörögni a földön, mint a részegek, és elveszik őket, mint cottage, talán kisházat, és mit mond, kemény, tehát nehéz lesz a bűnük rajtuk, rájuk fog esni, és soha többet nem kelnek föl. Ézsaiás 24:20. Ezek részegek.
és ez nem a pünkösdi részegség. Ott egyszerűen csak nyelveken szóltak. It's all grace. Tessék, itt is a részegség az negatív, Jeremiás 13:13-ban. Nem fogok könyörülni rajtuk, és nem lesz irgalmas velük, hanem elpusztítom őket. Tessék. Ez a részegség. Ez egy ítélet Istenházán. Tudjátok, az Istenházán kezdődik az ítélet. Bemutatom, ahogy Heidi Baker beletesz egy démont egy fiatal gyerekbe, és itt mindenkit bátorít, ezt csinálták a szívbunkerben is, hogy mindenki össze-vissza taperol mindenkit. A Berényi Györgyféle szívbunker, ugyanez. Ez a Bétel, nézzétek itt a Bétel. Bill Johnson féle Bétel gyülekezet. És most fogja démonizálni ezt a srácot itt. Én voltam Visznaken, és egy hídgyülekezetes testvérből üsztem ki ezt a kundalini szellemet. És kígyózó mozdulattal távozott. Jézus nevére a Szent Szellem nem fog kimenni, de hogyha az nem a Szent Szellem, hanem egy démon, az kimegy. És a hídgyüliben rakták bele ezt a kundalinit. A gyöngyösi hídgyülekezetéből összeszedte ezt a démont. Ugye most, mint egy varázsló így kántál, ugyanazt a szót ismétli, amit mondja az Úr, hogy ezt ne tegyük. Tessék, itt viszont a gyerek már szenved, figyeljétek majd meg, és tüzet hoz le ugye az égből. A tűz az sosem az Isten Szent Szelleme, mert a Szent Szellemet Jézus úgy hívja, hogy az élő víz. A tűz az a pokol. Tessék, nézzétek, mit csinál. Tehát ott már szenved, most démonizálta. Ez borzasztó. Ez a nő egy varázsló. Rövid a haja, nincs befedve. Hamis Jézus, hamis szellem, hamis evangélium. Ez nem a Szent Szellem. Ilyet sose fog csinálni a Szent Szellem, hogy valakit így megszégyenít. És azt írják ki, hogy ez nem az Isten, hanem ez gonosz. Ez borzasztó. Itt van ugyanez a Bétel gyülekezet. Itt fog ez a lány profétálni, nincs befedve a feje. Tessék, már rakja bele a kundalinit, ott kész. Ez nem a Szent Szellem. Sajnos vidéken figyeltem meg bizonyos emberek között, hogy erre nagyon vevők, az érzelmi emberek nagyon vevők erre, és őket be lehet így csapni. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani nektek, hogy ez nem a Szent Szellem, és bátorítalak, hogy térjetek meg ebből, hogyha ezt csináltátok. Most józanoknak kell lennünk, nem részegeknek. A Szent Szellem az az erő, a szeretet és a józanság szelleme, és azért kapjuk, hogy tanúi legyünk Jézusnak, nem azért, hogy berúgjunk, nem azért, hogy ilyen megbolonduljunk, hanem hogy tanúságtevői legyünk Jézusnak, mert sok az aratnivaló és kevés, a munkás és a szövegkörnyezet az pont az, hogy szanaszét dülöngéltek a juhok. Nem volt, aki gyógyít, csak gondoskodjon róluk, és kiküldi a tanítványokat ördögöket üzni, és hirdetni az Isten királyságát, és amikor ezt a királyságot hirdetjük, akkor jön el a vég. Úgyhogy térjetek meg ezekből a Kenneth Hagin-es, hídgyűlis, felházas, Heidi Baker-es, szívbunkeres, bánom is én minek hívod, kundaliniből. Ha nem láttátok, nézzétek meg az Andrew Stromnak a videóját, hogy vigyázat kundalini, le van szinkronizálva, illetve hogy a konkoly már felismerhető, az, amikor érés van az aratáskor. És tudjátok, hogy az aratáskor először a konkolyt fogja Isten kiszedni, először az egyházat ítéli meg, és ki fogja dobálni a hitvány halakat a hálóból, amelyek botránkozást okoztak az ő országában. Úgyhogy most van a szakadás, most van a hitehagyás, de a jó hír az, hogy ha megtérsz és hiszel és bemerítkezel, üdvözülsz, ha nem hiszel, elkárhozol. Nem az érzelmekre kell figyelni, sehol nem olvasod a Bibliában azt, hogy akkor tedd meg Isten parancsát, ha érzed, hanem azért tedd meg, mert engedelmeskedsz, mert szereted az Úr Jézust. Úgyhogy erre bátorítalak, hogy ne az érzelmeitekre hallgassatok. Ez egy olyan szellemiség, ami megvezet titeket, és állandóan a kijelentések világában mozog, és az Isten igét félreteszi. Ezt úgy hívjuk, hogy karizmánia. Ez nem karizmatikus, ez karizmániákus. Amikor te követed a jeleket és a csodákat, holott a Biblia azt mondja, hogy a jelek és csodák követik a hívőket, és nem fordítva. Jó, legyünk alázatosak,
Legyünk tanítványai az Úrnak, és a hamis profétákat, hamis pásztorokat szűrjétek ki, mert megvan írva Júdás levelébe, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer a szentekre bizatott. És a hamis profétákat meg ítéljétek meg a gyümölcseik alapján. Oké. Miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok, távozatok tőlem, ti, akik a törvénytelenséget teszitek. És hiába hallgatod az igét, hogyha nem cselekszed, akkor a bolond házépítő vagy, megint csak a bolond. Jöttek a vizek, jöttek az ár, a szél, minden. Nem csináltad, amit az Úr mondott, és összedőlt a ház. Úgyhogy én azt kívánom, hogy te az Úr Jézusra építsd, olvasd a Bibliádat, menekülj az ilyen hamis szellemektől, hamis profétáktól, és ne hagyd magad becsapni. Közel az Úr, legyetek áldottak, sziasztok!